A játék neve ismét Tormentum Dark Sorrow, és legutóbb ott hagytuk abba, hogy kijutottunk a várból, és eljöttünk ide a vonathoz, ami majd elvisz minket egy fagyos könnyek nevezetű helyre, de előtte George R.R. Martinnak segítenünk kell összerakni a vonatot, mert szétlopkodták ezt is. Úgyhogy, ja, meg a bányában lenyomtunk valami dögöt. Aztán átadtuk a hídőrző valakinek. De most akkor haladjunk, tehát van itt egy ilyenünk. Egy. Ez gondolom még fontos lesz. Úgyhogy haladjunk tovább, aztán próbáljunk meg valamit csinálni. Egyébként a hangszigetelését a mikrofonnak megint az orosz nyelvtankönyves módszerrel csinálom, mert múltkor rohadt módon bevált. Egészen más problémáim voltak a Layer Sapphire felvételénél. Na, te mi vagy? Óriás monstrum támadja a tornyot, bejutni oda csodával határos. Aha. Observatórium. Ez egy szörny. Oké, ez mi? Ez egy puzzle. Azt hiszem innen hiányzik valami. Hát inkább azt már nem akartam mondani, hogy innen is. Oké, ez mi? Másik puzzle. Gyanítom, hogy ez lesz az. Egy, három. Sikerült! Yeah! És mi történik ilyenkor? Oh, crap! Szóval ez... Nem történik semmi. Aha! Tehát össze kell lesz heggesztenem, hogy azt... Ó, oh, ez megint egy ilyen. Na, remek, ezzel megint el leszek, úgy érzem. Fuck yeah! És működik! Visszaállítottam a torony biztonsági rendszerét. És mi a torony biztonsági rendszere? Oh shit! Karók a földből. Akkor ez a torony direkt ilyen nagy gírnyókra lett tervezve, mert egyébként ezek a nagy karók más ellen nem nagyon jók. Oké! Okay. Akkor gondolom... Menjünk be. Wow! Valami könyv. Yeah! Érdekes, valakinek igencsak szemravaló könyvgyűjteménye van. Szupi. Fagyos könnyeken egy szobor áll a hegyen. A legenda szerint titkot rejt magában, az aki megtalálja, megtisztul a saját tökéletlensége sarától. Azt keressük mi? Oké. Nem tudok lapozni, nem? Ennyi. Ja, és ezt keressük. Aha, tehát a kezek közt egy női alak. Jó, oké. Mi van itt még? Ez mi? Ezeken a sírok... nem. Ezekben a sírokban nyugszanak a sivatag vidékének régi urai. Kegyetlen, de okos királyok voltak. A legenda úgy tartja, hogy középső síremlékben egy titkos helyiségbe vezető út van, ahol egy hihetetlen erejű erekje rejlik, az elátkozottak koronája rossz kezekben nagy erőt adó veszélyes fegyverré válhat. Aha, ezek ezt a sírt is megtaláltuk, erre vannak a Kickstarter támogatóknak a nevei ráírva. És az a könyv? A bányában kitermelt követ a vár építéséhez használták, közben zöld kristályok lelőhelyét találták, amelyek tökéletes fényforrásnak bizonyultak az állatok, nem állatok, az általuk sugárzott elő különböző lámpákhoz használták, a bányát bezárták, amikor az utolsó fúrás kiszabadította az ott élő lényeket. Jó, még valami, meg itt vannak könyvek. Á, itt a George R.R. Martinnak a vonatja. Káron vonatát egy nagyon ritka, nehézen beszerezhető, véres monolitnak nevezett anyag hajtja. Oké, állítólag színét a kitermelése közben meghalt rabszolgák vérének köszönheti. Véres monolit. És Káron. Káron ugye a görög mitológiában az a révész, aki ugye a holtakat átviszi a... meg nem mondom melyik folyón, az Tükszön? Talán nem biztos. Tehát akkor ez arra utalhat, hogy lehetséges, hogy én rohadtul meghaltam. És valami túlvilágra megyek a purgatóriumban, van a fene tudja. A vihartojás szaga elriaszt minden madarat, ezért ajánlják, hogy tartsd a házad tetején.
Oké, valami háztető lehet, hogy ott van. Bookworm! Kaptam egy ilyen achievementet, királyság. Oké, ez a madárember cucc ült ott a hegynek a kicsit lejjebb. Azt mondja, repülő lények faja, amelyeket szürke ikarusnak hívnak. Fent élnek a magas hegyek között, de előfordul, hogy élelemszerzés céljából lejjebb reszkednek, és más állatok tojásaival táplálkoznak. A szürke ikaruszok égnek a vágytól, hogy minden tojást megszereznek, céljuk, hogy semmi sem gátolhatja őket, nem árt gyakran tekinteni az égre, mert körmönfontak is igen veszélyesek. Jó, tehát, ja, mert az megmondta, hogy vigyem el neki valamit. Nem biztos, hogy pont tojást mondott, de valamit el kell vinnem neki, akkor menjünk följebb. Ó, oh, gyíkember! Te szabadítottad meg a tornyomat attól a nagyra nőtt teremtménytől? Én vagyok a hős. Ki csak népének él. Akkor fogad köszönetemet, különféle teremtmények másznak elő a bánya mélyéből. Egykor ez egy olyan nyugodt hely volt. Aha. Tehát a bánya miatt, ugye ott megtaláltuk azt a nagy szörnyet, azt mondjuk elkergettük mi, akkor kinyírtuk ezt a másikat, tehát minden a bányából jön. Ugye? Mert a törpék túl mélyre ástak. Egész sor csapdát építettem a torony köré, hogy megvédjem magam, eddig minden jól működött, legutóbb azonban valami hiba történt. Igen, mondjuk, hogy ha a vezérlő szerkezet nem a tornyon kívülre raknád, akkor talán könnyebb lenne megvédeni. Ennek köze lehet azokhoz a groteszk lényekhez, amelyek mostanában egyre gyakrabban repülnek ide, szürke ikarusoknak hívják őket, csak a baj van velük, igen. Az egyik még a vihartojást is megpróbálta ellopni a tetőről. Neked van egy vihartojásod, amelyeket a totem keresi? Nagy bátorságot tettél, tanúbizonyságot, amikor segítettél nekem. Ezért talán lenne kedved még egy feladatot megoldani, hogyne? Hát én vagyok a kalandozó. Kezdődően lenni ez, mint egy D&D kaland. Egy erekhíjéről van szó, amely az elátkozottak koronáinak neveznek. Az összes cuccot, amit most el fog mondani, én már lent elolvastam, úgyhogy én már nagyon művelt vagyok, mire idejöttem. Emidék régi királynak egykori síremlékében rejtették. Nem az volt odaírva, de próbáltam összerakni a mondatot. Tudom, hogy sokan szeretnék megkaparintani, hogy birtokolják az erejét, nagyon szeretném ezt megelőzni. Fogd ezt a kőlapot, segítségedre lesz, hogy bejuthass a sírkamrába. Ahhoz, hogy kinyisd a síremléket, még egy ilyenre lesz szükséged, oké? Mikor megtaláld a koronát, azonnal hozd el nekem, ez számomra nagyon fontos. Akkor lehet, hogy a madárember, az a szürke ikarus is ezért akarja. Azt a koronát. Ó, mi ez? Ez micsoda? Gyíkember. Elővettem a kőlapot, egy festmény része található rajta. Oké. Köszi, gyíkember. Pong. Wow. What the fuck? Kellett nekem ezt csinálni, vagy nem kellett nekem ezt csinálni? Oké, még egyszer. Pong. Opa. Elesett egy tárgy. Oda. Ó, kulcs. Találtam egy kulcsot, ami a tojásforgás van. Oké, ez még hasznos lehet. Még jó, hogy nem jó ám egy harang mellett ilyen közel állni. Pong. Földrengés. Ki az mit csinált? Kiemelkedik tőle a sír. Aha. És most tudok majd bemenni. Oké. Ez elég nyilvánvaló volt. Oké, mi van még itt? Oh shit. És ezen keresnem kell valamit, gondolom én. De hogy... Oh, találtam valamit. A sziklában egy furcsa szimbólumot véstek, jobb, ha feljegyzem. Oké, van itt még bármi érdekesebben? Várjunk, itt van egy... Van egy ködör. Oké. Akkor menjünk följebb. Akkor ma másszuk meg teljesen a tornyot. Oké, itt van a Storm Egg. Ez lehet az a tojás, amire mindenki megszállottan vágyik. Kulcsra szükségem, hogy kiszedjem. Hát véletlenül nálam van a kulcs. Én vagyok a legjobb kalandozó. Most váltam el egy melót ettől a gyíkembert, és ellopom a tojását. Ha! Ellopom a tojását. Jó. Megállj!
mi van nálad? Hiszen az az én vihartojásom, nem viheted el. Oké, jó van, ő legalább nem teljesen hülye. Oké. Mivel korábban segítséget kértem tőle, ezért most csak figyelmeztetlek. Ó, van egy ötletem. Ohoho! Leír az egészen az aljáig. Ó, akkor tojást lenyúljuk. Yep. És csá! Ó, hát ez egy picit gonosz cselekedet volt tőlem, de mindegy. Oké, itt a madár. Neki kéne adnom a tojást, de nem adom. Mert egy kis rohadék. Hova kéne mennem? Ja igen, neki kellett volna a tojás, hogy a madarak ne baszogassák. Akkor adjuk neki a tojást. Köszönöm neked az új vihartojást, a tojás erejének köszönhetően ezek a madarak ismét félnek tőlem, ezt sosem felejtem el neked. Hát köztetotem. Faradozásaidért cserébe fogadd el ezt a kulcsot, az egyik madár hozta csőrőben, megtartottam, mert olyan érzésem volt, hogy ez egy fontos tárgy. Jó, tehát valami kulcs. Ja, ott lebeg, oké. Részkulcs. Ez erre jó lehet. Oh, fuck yeah! Megtaláltam vonat alkatrészét. Nagyszerű, meg egy papír. Ha ezeket a szavakat olvasod, az azt jelenti, hogy már nem élek. Csak remélem, hogy a halálom nem volt hiába való, és a várat soha nem építették fel. Ó, hogy ezért lopta el az alkatrészeket, hogy ne tudja szállítani a cuccot a várnak, de hát sajnos megépítették a várat. Jó. Na és most mi a herét csináljunk? Van itt valami lámpa. Ó, kristálydarabok. Ja tényleg, mert lámpának használták. Valaki kinyitotta a kunyhajtát. Ja tényleg, mert a menyétemberrel azt beszéltük meg, hogyha meggyújtom a lámpát, akkor kinyitja és bemehetek. Menyétember! Vagy akármi. Ó, te vagy az, drága barátom. Bocsásd meg az ajtót, de nem árt a biztonság. Hát nem, hát mert megint elvisznek vissza a várba. Előző alkalommal, amikor kinyitottam az ajtót, egy ketrecben landoltam, igen. A bestia táplálékaként, így megértheted, miért vagyok ilyen bizalmatlan, amikor kopogtat a valaki. Nem is kopogtattam, csak meggyújtottam a lámpát, ahogy megbeszéltük. Még egyszer szeretném megköszönni neked, hogy a várban megmentett az életem, míg élek, hálás leszek, érezd magad otthon. Nem volt egyszerű megszökni a várból, de felhasználtam a természetes képességeimet, mikor átkeltem a vár alatt húzódó csatorna rendszeren. Oké. Ha ide találtál, biztos láttál útközben a három sivatagi szobrot. Igen, az egy nagy sírok. Azok az országunk régi királyainak a síremlékei. Oké. Legenda szerint a középsőben elrejtettek egy májkus tárgyat, amely nagy erővel ruházza fel a birtokosát. Igen, az elátkozottak koronáját. Mászt is tudom. Annak az erőnek köszönhetően talán a családomnak nem kell lenne többé félni a várból érkező mesterektől. Ha segítesz nekem, egy olyan helyhez adok neked kulcsot, ahol megtalálod a vonat energiaforrása, a szükséges vörös monolitot. Még mielőtt elfelejteném, vidd magaddal ezt a festett kőlapot is. A fiam talált, amikor síremlék környékén játszott. Hú, kemény. Az az érzésem segíthet neked a bejutásban. Miért engeded a gyerekedet, hogy a síremlék környékén járjon? Ó, oké. Ez ugyanaz, amit a gyíkember adott. Tehát a koronát elhozhatom a menyét embernek, vagy meg a gyík lénynek. Jó, akkor nézzegessük, az mi? Hú, mi ez? Találtam egy fémdarabot, aminek titokzatos rajz van. Jó. Régen talált haszontalan számomra, oké. Mi van még itt? Itt? Ó, van itt valami. Turkáljunk a cucc. Ó, mi ez? Fafigurát. Ígérem, hogy hűen szolgálom a vár kódexét, és lojálisan végrehajtom minden parancsát, cserébe élelmet kapok, és garantálják, hogy családomnak nem esik bántódás, aláírásommal hitelesítve. Akkor ez lehet, hogy valami pecsét lett volna. Úgy érzem, hogy a vár gyarapítani akar sötét seregét. Aha, ezért akarják bevonni.
be akarják építeni a mennyét embert. Jó. Jéj, hé, nem láttad a játékomat? Ez a kicsi mennyét ember! Elhagytam valahol, mikor utána kint játszottam. Nagyon jó lenne, ha megtalálnád. Ezt? Jéj! Hihetetlen, úgy örülök, hogy sikerül megtalálnod, és el is felejtettem, hogy a hídon hagytam. Ja, föllógatva, úgyhogy elég groteszk vagy, de hát a gyerekek furcsák. Akkor futok is akasztott embert játszani már megint. Oké, és le tudok menni a pincébe. Vagy ahogy... nem is tudom, emlékszem, valami... A rokonságban volt egy kisgyerek, ő mindig úgy mondta, hogy címpe. Nem pince, hanem címpe. Oké, van itt... Várjunk, odafenn még volt valamit, meg akkor... Igen, ezt. Ez a csanád. Csanád és gyerekek. Teljes család. Na, menjétek. Nem biztos, hogy menjétek. Valami rákcsálók. Oké, mi van itt? Itt egy hordó. Mi ez? Elég rosszul látható rajz, nedvesség megtette a magáit. Oké, tehát figurák vannak rajta. Jó, mint az a fa figura. Jó, mi van itt még? Még egy figura. És még sok figura. Oké, tehát akkor ezeket ide rakom. És most ezt ki kéne raknom. Oké. Meg is van hozzá, tehát először... ezzel elleszek. Ő itt lesz. Ez biztos. És szerintem ez lesz itt. És... az ott lesz. És ez meg itt. Nem? Vagy nem? Nem, ezek fordítva. Haha! Hallom, hogy valami kinyílik. Valami kinyílt. Az összes ócska láda szétnyílt. Hát ez nagyon nagyszerű. Akkor menjünk be! Oh, hello, faszi! Egy eléggé szakadt ember ül benne egy ketrecben. Csontsoványa, mint a megkínzott emberek a várban. Te lenni egy közülük? Te jönni engem megöl? Te nem tudni, miről lenni szó? Én mondom! Oké. Patkányok kunyhóban csalni áldozatuk. Elaltat, majd ébred kalitkában. És vár ő ebédjük. Szóval ezek nem menjétek, ezek patkányok, és a kis rohadékok embereket esznek. Vagyis hát rabolnak el és esznek. Lehet, hogy engem is meg akarnak enni. Én lenni egyik bolond közülük, és várni most engem biztos halál, te könyörülni és megmenteni engem. Te gondol, biztos nincs semmi, amit ajánlani én neked, de téved, illetve te téved. Lenni, mint te, majdnem kijut ebből rémes világból, lenni jegy a vonatra, az kell nekem, mert George R. R. Martin úgy néz ki, nem tud már a sinen sem menni, neki valamiért tudnia kell, hogy a sin hova megy. Lenni jegy a vonatra, amikor ők elkapni engem. Mielőtt kerül ide, keresni a hegy kezekkel, ott várni megváltást. Ó, te is ugyanoda mentél, oké. Most viszont jegy már nem kelleni, adni csak vissza szabadságom, te segít nekem. Oké, akkor megdumáltuk. Ha igen, használni gomba falon, az emelni fel rács, a fénybe szabadság ott vár. Oké, de előtte nézzük ezt meg. Az itt álló gépezet használat utasítása. Valamit tudok préselni itt. A vonathoz. Nem tudom mit. Ez az ajtó. Nem, ez a gép. Oha, és ebben mit kéne betenni? Kőlemez, alkatrészek, fémlemez. Nem teljesen tudom, hogy ez micsoda. De biztos majd egyszer nagyon fontos lesz. Valami kockát kell berakni. Ja, lehet, hogy itt kell a véres monolitot megcsinálni. Akkor... Lehet, hogy a fémlemez kell ide? Yep. Oké.
fel, vagy le. Ja, le tudom küldeni, hogy ott lent dögöljön meg, de nem. Mentsük meg. Valamit elindítottam. Jéj! Megmentettem őt! Oké. Okay. Mert nincs nálam semmi, amit tudnék használni, ezért vissza. Remélhetőleg a patkányok nem jönnek rá, hogy átvágtam. Hello, te ember! A szabadság jó, a kút rossz. Remél... A rémálom ér véget. Mindegy. Én lenni hálás nagyon neked. Köszönni neked, te barát, patkányok rosszak, nagyon rossz, oké, a patkányok rosszak, ezt én is tudom. Layers of Fear óta tudjuk. Én már menni, hagyni valamit az én barátnak. Mit hagyni az én barátnak? A jegyet. Hol van a jegy? Kunyhó lakói nem lesznek túl boldogak, észveszik, hogy elengedtem a vacsorájukat. Hát, bekaphatják a kunyhó lakói. Elvettem volna, tehát hátoldalon van az útvonal, oké. És honnan szerzem meg a... Megvan a jegy, megvannak az alkatrészek. Már csak az üzemanyag kell. De akkor menjünk el a sírokhoz. Ami halványlag őzöm sincs, hogy hol van. És tudom, merre kéne mennem. Ide vissza, és innen erre talán... Igen. És oda a sírokhoz. Jó, akkor ezt már megnéztük ezeket. Megnézem, hogy változott. Nem ez a harang, ugye háromszor meg kellett húzni, akkor ez volt a harang. Na, itt mi van? Valami képet kell kirakni, zsanítom ezek. Oké, ez hosszadalmas lesz szerintem, vagy... Ja nem, oké, akkor ezt gyorsan meg tudom csinálni, mert nem ilyen tologatós, tehát akkor... Nem. Igen. Nem, ez itt jó volt. Oké, visszajövök, ha végeztem. Aha! Kiraktam a festményt, remélem más nem lát... tudom rejteni, ezt a furcsa sírok. Most már látni fogom? Oké. Egy ilyen koponya madár izé. Oké, kinyitottok a sírt. Ez a kocka a... Az ördögűzőből? Abba volt a kocka? Nem is tudom. Összenézzünk meg ezt. Kíváncsi vagyok, hogy ez mit jelent. Hát erre én is. Jó, hát akkor... Csináljuk. Oké! Gáz ömlik a plafonból, azt hiszem, hogy kijárat nélkül csapdába kerültem. Nagyszerű. Akkor mit csináljak én ezzel? Valakul ömlő gáz elárasztott az egész helyiséget, éreztem... lassú hatását, a testem nagyon nehéz lett, tétre rogytam, és pánik rohamban ki akartam szabadulni, de a bejárat zárva volt. Kezdett körülöttem minden megváltozni, mikor az elmém kitisztult, már semmi sem volt olyan, mint az előtt. Hú! Valami nagyon súlyos trippet élünk most át. Zárva a bejárat, más kültet kell találnom. El akarnak kapni a kezek, azt hiszem kezdek megbolondulni. Hát én mondjuk már beszélő patkánynál kezdtem volna. Jó, mi ez? Úgy tűnik, hogy a szimbólumok ellentétjei vannak párosítva. Ez ellentétjeikkel, ha? Oké, és most... Aha, és időre megy, mert ott nő a izé. Uha! Oké, sikerült kiraknom. Nem volt olyan nehéz, mint amilyennek gondoltam. Egyik falon egy ajtó. Valami ajtó. Oh, ja, ezen? Oké. Bemászunk a kockába. Hellóztok, skacok! Mi történt itt? Egy hatalmas elő elpusztított mindenkit, aki kivégzést nézte. Igen, ez egy kivégző szoba. Oké, stos. Ez mi? Ez egy kar. Ellenáll. Jó, mondom, ez indította be ezt a széket. Ó! Minden az... Az öt derék egy
körbe állott. Mind az öt derék egy körben állott, majd gyorsan állarcot rántott. A töltet kétszeresen szőtte át az esetlen testet, de a mohó küldöncöknek ez még kevés volt. Hát ez nem segített semmit se nekem. Két mosdó, van itt még egy papír. A táncoló rovarság a pihenőket lesi, és szemeit becstelen rituálékon legelteti, háromszorosan megkötve a szájban szárasság, az idő múlik, s lelkét kileheli egy újabb galád. Okay. A karfán rengeteg karmaásnyom látok, sokan megpróbáltak kiszabadulni a halál közeléből. Okay. Akkor nézzük meg ezt. És ezt hogy kell megoldani? Okay. Beállítottam az órát, és most történik valami. Okay, most meg kell húzni a kart. Platty. Átállt a kar. És megjelenik a szelleme az elítéltnek, akit éppen kivégzünk. És mit csináljuk vele? Oh, hello! Hol ismerem ezt a helyet? Ez a várpincében található kivégzőterem. Megint a várban vagyok? Teleportáltam attól a drogtól. Szörnyű fájdalma közepette ért itt véget, több száz teremtmény élete, köztük az enyém is. De ez a szoba más, mint ahogy az emlékeimben él. Mindenki megváltozott. Kínzóim meghaltak, ja, hát ott bartiznak hátul. Hullajó a buli, és a berendezést tönkretették. Bárki vagy, hülyeneszetni akarnak, ne feledd szavaim. Ebben a világban senki sem az, akinek mondja magát, mindig legyen nyitva a szemed. Kösz! Ez a korona. Ez a korona. Yeah! Elhoztam a koronát, amelyről a vidék lakói beszéltek. Szóval ez a gonosz korona valami. Jó, és most? Ja, erre ki tudok menni? Oh! Egy pillanatig azt hittem, hogy visszakerültem a várba, álom volt egy halucináció, mert az egész az gáz idézett elő. És még mindig nem tudom, ez micsoda. Mindegy, vége van, király vagyok. Akkor most mi? Most visszavegyük a gyíklénynek azért? Mert a madárnak nem akarom, mert az egy pöcs. Akkor menjük a gyíklényhez. Talán. Menjünk a gyíklényhez. Hello madár, te bekaphatod. Mi van? Látom, úgy döntöttél, elárulsz engem. Hát, nem kérdés, olvastam rólad a könyvben, úgyhogy bekaphatod. És az útkereszteződésben lévő középszerűségnek adtad? Mi az, hogy középszerűségnek? Az egy fa. A fáról beszélünk, remélem. Az az én tojásom volt, csak az enyém. Hát akkor menj, azt vedd el tőle, ha kemény vagy. Ó, el is ment a francba. Jó, szupi. Akkor mi meg menjünk tovább. Hello, gyík. Hoztam neked valamit. Az elátkozottak koronáját. Köszönöm, hogy visszahoztad nekem a koronát. Ígérem, velem biztonságban lesz, és erre soha nem fogom rossz célokra használni. Jó, persze. Amiért bíztál bennem, neked adom ezt a kulcsot, amely a torony lábánál található rejtek helyet nyitja. Na, pont azt akartam. Találsz benne valamit, amit hasznodra válhat a további utadon. Oké. Köszi, gyíklény. Aha, pont ez kell nekem. Jó, akkor itt kapom meg. Akkor haladunk, jól van. És erre ki. És akkor... Kíváncsi lennék, hogy takarítja el a vár körül ezt a valamit. Na azért ez nem kis meló lesz egyedül. Jó. Oké. Okay. És ezt most hogyan kell megoldani? Ja, ahogy nő. Ja, értem. Aha, azt kell megnézni, hogy hogyan töltődik fel. Jó, oké, akkor végeztem, visszajövök ezzel. Haha, kész is! Olyan pillanatok alatt megoldottam. Ugyanaz a kocka, mint a sírban, csak kicsiben. Ja nem, vörös monolit. Ó, és most megyünk le a...
a pincéjébe a patkányembernek, és utána pedig elvileg már össze tudjuk rakni, hogy adhattad másnak a síremlékben rejtett kincset. Mert te meg embereket eszel, és sajnos, mint ugye fajtárs, ez nekem egy kicsit bántó. Csalódtam benned. Csak azért bocsátom meg, mert megmentett az életem. Nagyon helyes. Kár lenne, hogyha meg kellene ölnöm téged. De nem akarok tovább a házamban látni. Ég veled. Oké. Attól még lemegyek a pincétbe, és megcsinálom a vörös monolitot. Jó, tehát hogyan is kell ezt csinálni? Berakom a izét, lenyomom a vigyót, és akkor lesz belőle egy ilyen izé. Oké. Ennél egyszerűbb eszközt még életemben nem láttam. Tehát berakom az izét, megnyomom az izét, és ott a bigyó. Monolit más formát vett át, átlátszóbb lett, elvettem az energiaforrás. Nagyszerű, és akkor most elhúzhatunk a francba. Takarodjak innen. Ó, van, megyek már. Meg téged nem kellett volna megmentem, ki kellett volna nyírnom a fenébe. Oké. És most irány a vonat, mert elvileg akkor mindenünk megvan. És ott van. Ó, tényleg ezt még ki kéne nyitni. Várjunk, ezt is tudom. Ez volt ott a falba vésve. Ez az. Mint egy ilyen elcseszett Space Invader. Ez és ez. Yeah! Vonat vezérje a vezető ajtó már kinyílt. Wow. Jó, irányba a vonatba. George R. R. Martin! Látom, sikerült kinyitni a vezérővezető ajtót. Ebben az esetben bemegyek körülnézni. Nagyszerű, menj be! De én is szeretnék bejönni, mert nálam van minden. Oké. Hiányzik innen néhány alkaszt rész. Tehát meghoztam ezeket. Hol talált ezeket? Nem tök mindegy. Azonnal nekiállok beszerelni őket. Helyes. Oké. Működik minden. Hú, meg lehet húzni. Alkatész helyük. Akkor hoztam neked energiaforrást. Hogy sikerült létrehoznod? Hát, varázslat. Kiöntéshez szükséges fém nagyon ritka, ráadásul nagyon értékes is. Tök mindegy. A patkánynak volt. Hú, de beindítottuk a halálvonatot. És itt a jegyem. Jegyeket, bérleteket kérjük felmutatni ellenőrzésre. A jegy jó állapotban van, remélem sikerül leolvasni a belé írt útvonat, de mindegy, már mondtam már, hogy háromszor, hogy sinem megyünk, de mindegy. És akkor végeztünk? Jaj, összeraktam a vonatot, elindíthatom a vonatot, mindenki szálljon fel, induljon a gőzös, le ne maradjanak. Oké. Kérem szállnak fel, az ajtók záródnak, úticél fagyos könnyek. Kérjük, hagyják el a biztonsági sávot. Oké, fáradozásom meghozta gyümölcsét, végre sikerült elhagynom ezt az átkozott helyet, az utazás alatt továbbra is az a magasba emeltkező szobor kísértett álmomban. Hirtelen látható hidegre ébredtem, nyitott ablakon berepülő hópelyheket pillantottam meg, tudtam, hogy úti célom nagyon közel van. Elértük a végállomást. Amint azt magad is láthatod, elég fagyos itt az időjárás. Hát fagyos könnyek, akkor gondolom sejthettem volna, hogy egy kicsit hideg lesz. Az energiaforrás, amit hoztál, csak egy útra volt elég, ezért az én utam is véget ér itt. Remélem ezen a helyen megtalálod, amit keresel. Kösz, George R. R. Martin! Azta, ez azért látszik, hogy nem izéval megy árammal. Na, akkor eljutottunk a vonatig, és itt vagyunk fagyos könnyekben. Jó, és akkor szerintem pont idő is van, úgyhogy akkor ez volt a Tormentum The Dark Sorrow. Ha tetszett, akkor nyomogassátok a gombokat ott alul, mert azért a vannak. A fehér dobozokba írjátok le a véleményeteket a bármiről. Ha látjátok a csoportunknak, szóljatok neki, és a következő videóig pedig sziasztok!